Beszóló. A Spirit FM interaktív kibeszélő show-ja. Szóljon hozzá ön is. Mondja el véleményét. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emelt díjas telefonszámon. A műsorvezető Ónadi Molnár Dóra. Szép délutánt kívánok, köszönöm, hogy velem tartanak. A hétvégén a Direkt 36 oknyomozó portál egy hangfelvételt közölt, amelyen Kövér László házelnök titkosszolgálati vezetőknek zárt ajtók mögött többek között arról beszélt, hogy a kormányoldal és az ellenzék másként vélekedik a nemzetről. Ebből a másként vélekedésből pedig az következik, hogy az ellenzék jelenti a legnagyobb nemzetbiztonsági veszélyt az ország számára. Kövér azt is mondta, hogy ennek a kockázatnak a kezelésében számít a titkosszolgálatokra. A Direkt 36 információi szerint a beszéd még tavaly február végén hangzott el az Alkotmányvédelmi Hivatal központjában egy ünnepségen. A dátum kulcskérdés, ugyanis éppen a Direkt 36 korábbi tényfeltáró cikkéből tudjuk, hogy ekkor már javában használták a Pegasus nevű kémszoftvert újságírók, kormánykritikus értelmiségiek és ellenzéki polgármester ellen. Az utóbbi időben számos jele van annak, hogy ismeretlen személyek vagy szervezetek, és egyáltalán nem kizárt, hogy ezek között akad állami is, civileket, ellenzéki politikusokat, köztük egykori kormányfőt is, üzletembereket figyelnek meg. A műsor első órájában arról beszélgettünk, beavatkozhatnak-e a szolgálatok a privát és üzleti szférába, és ezen keresztül közvetett vagy közvetlen formában befolyásolhatják-e a jövő évi választásokat. A második órában csak látszólag szakadunk el a magyar belpolitikától, Joe Biden amerikai elnök december elején 110 ország meghívásával demokrácia csúcsot tart, amelyre nem hívták meg a magyar kormányt, ellentétben sok más uniós tagállam kormányával. Erről és a Biden adminisztráció működéséről kérdezem majd szakértő vendégeimet, de ebben az órában még maradunk hazai vizeken. A vonalban itt van velem Stummer János, az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának jobbikos elnöke, aki a Kövér beszéd kiszivárgása után azt nyilatkozta, hogy a bizottság is foglalkozna azzal, hogy a magyar titkosszolgálatok beavatkozhatnak-e a tavaszi választásba. Jó napot kívánok, elnök úr! Itt van velünk a vonalban. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Mikor lesz ülés, és tervezi-e, hogy szóba hozza a házelnök beszédét? Jövő hét csütörtökön, december 9-én fog legközelebb ülésezni a Nemzetbiztonsági Bizottsága a parlamentnek. Ez egy nagyon fontos dátum lesz a bizottság működésében, ugyanis rendhagyó módon egyetlen nap alatt fogunk kettő minisztert is meghallgatni. A Nemzetbiztonsági Bizottság elé minden évben három miniszternek feltétlenül el kell jönnie miniszteri meghallgatása, a honvédelmi miniszternek, a külügyminiszternek és a belügyminiszternek. Na most jövő héten csütörtökön éppen úgy alakult, hogy a külügyminiszter és a belügyminiszter is egy napon fog ellátogatni a bizottság ülésére, be kell számolniuk a miniszteri tevékenységükről, illetve arról, hogy az általuk vezetett, illetve felügyelt titkosszolgálatok, ugye Szijjártó Péter esetében a hírszerzés, azaz az információs hivatal, Pintér Sándor esetében pedig az elhárítás, azaz az alkotmányvédelmi hivatal, hogyan dolgozott és mit csinált az elmúlt egy évben. És igen, Kövér László házelnöknek a néhány nappal ezelőtt kiszivárgott beszéde, illetve az utóbbi napokban megsokasodott Szijjártó Péter nyilatkozatok mind-mind abba az irányba mutatnak, hogy nekünk aktívan kell majd ezen a bizottságülésen foglalkoznunk azzal, hogy a magyar titkosszolgálatok, a hírszerzés vagy az elhárítás az milyen konkrét műveleteket végzett el az utóbbi időszakban a soron következő magyar országgyűlési választásokkal kapcsolatban. Ez már csak azért is fontos kérdés, mert hogy egyébként mi a Nemzetbiztonsági Bizottság tagjai ilyen irányú tájékoztatást az utóbbi időszakban nem kaptunk a szolgálatok részéről, de hát az a házelnöki nyilatkozat, amikor Kövér László arról beszél, hogy itt a magyar ellenzékkel kapcsolatban itt nemzetbiztonsági kockázat merül fel, illetve amikor Szijjártó Péter arról beszél, hogy tartva az amerikai beavatkozástól a magyar elhárítás már aktívan dolgozik. Na most ezek a nyilatkozatok, ezek mind-mind arra biztatnak és sarkalnak bennünket, hogy itt a bizottság ülésén, a bizottság keretei között, akár nyílt, akár annak zárt részén, de válaszokat kapjunk arra, hogy a magyar szolgálatok hogyan és mit mozogtak az utóbbi időszakban ezzel kapcsolatban. Akkor, ha jól értem a szavait, akkor nem ért egyet azzal a kormánypárti értelmezéssel, hogy itt csak két nemzetfelfogásról beszélt a házelnök úr, és hogy az ellenzék szándékosan félreérti a házelnök szavait.
A kormánypárt direkt és akarattal beszél csak és kizárólag önmagában Kövér László kijelentéseiről, de nem önmagában kell ezt a házelnöki véleményt értelmezni. Kövér Lászlót azért már megszoktuk az utóbbi években, hogy időről időre előáll a különböző elméleteivel azzal kapcsolatban, hogyan működik a világ és hogyan működik az univerzum. Azt már megszokhattuk tőle, hogy egyébként az ellenzéki, attitűdű, gondolkodású embereket ő maga nem tekinti a nemzet részének. Most már ott tartunk, hogy egyébként az ellenzéki gondolkodású, hogy a Fidesz nem támogató magyar polgárok, azok már ugye nemzetbiztonsági kockázatként is, illetve az ő véleményük nemzetbiztonsági kockázatként is értelmezhető, de ez önmagában ez szerintem nem így önmagában az érdekes, hanem ezzel a Szijjártó nyilatkozattal együtt érdekes, hogy itt már konkrét műveletek zajlanak a választásokkal kapcsolatban. Igen, és itt még egy kérdés merül föl, hogy annak is van-e jelentősége, hogy a titkos szolgálati vezetők előtt mondta ezt a beszédet. Tehát, hogy a helyszín kérdéseket... és a... Igen, nyilván kérdéseket vet fel az, hogy egy nem sajtónyilvános eseményen elhangzott beszéd, amelyet titkosszolgálati vezetők előtt mondott el a házelnök, az mit keres a nyilvánosság előtt, tehát ez egy másik lapra tartozik persze. És hát az is érdekes, hogy ő tisztelt kollégáknak nevezi a szolgálatok vezetőjét, miközben ugye egykori miniszterként ő felügyeleti joggal rendelkezett, nem kollégák voltak ők igazából. Vagy nem tudom, hogy ennek van-e jelentősége, csak így az ember elemezgeti ezt az érdekes szöveget. Hát, Kövér László ugye mint egykori a titkosszolgálatokért felelős főember, a Fidesznek egy fontos főembereként jelent meg, tehát hogy ezt informálisan ő nem elsősorban házelnökként volt ott, vagy lehetett ott ezen az ülésen, hanem egy olyan emberként, aki ezt a világot ezt belülről ismeri. Túl a Kövér beszéden, ezen a jövő heti ülésen szóba fog kerülni a Pegazus ügy. Feltétlenül szóba fog kerülni, természetesen már csak azért is, mert egyébként is ez egy néhány, talán egy napos hír sincs még, amikor ugye a Libe Bizottság az tegnap tartott ülést, és ott ezen a Libe Bizottságon ezen nyilvánosságra hozták azt a jelentést, hogy a szeptember végén, október elején Magyarországra látogató EP delegáció az mit végzett itt Magyarországon, mert mint azzal kapcsolatban, hogy Magyarországon milyen állapotban van a jogállam. Ugye három napig volt itt ez az EP delegáció nálunk akkor szeptember végén, és többek között meghallgatták Pintér Sándor belügyminisztert és Varga Judit igazságügyminisztert is, és hát ebből az írásos jelentésből látszik az, hogy a Pegazus szoftver alkalmazás az többször is előkerült ezen az ülésen. Pintér Sándor már ott szeptember végén az EP delegáció előtt beismerte egyébként, hogy ez az eszköz alkalmazásra került Magyarországon, de ami különösen érdekessé teszi ezt a jelentést, az az, hogy Varga Judit hazudott az EP delegációnak, ugyanis azt állította, ez szerint az írásos riport szerint, anyag szerint, hogy Magyarországon jelenleg, mármint szeptember végéről beszélünk, folyik az ellenzék vezetésével egy parlamenti vizsgálat a Pegazus alkalmazásával kapcsolatban. Most ez tételesen nem igaz, és éppen Varga Juditnak a pártársai, Halász János és a Nemzetbiztonsági Bizottság fideszes többsége volt az, akik azt megelőzőleg, illetve azóta is egy alkalommal, szeptember 20-án és október 18-án leszavazták azt a javaslatomat a bizottságban, hogy indulhasson el egy ténymegállapító, tényfeltáró, vizsgáló bizottság, hogy mégis hogyan működött és hogyan használták ezt az eszközt, ezt a szoftvert Magyarországon. Én ezzel kapcsolatban én levelet fogalmaztam meg, illetve küldök majd el az Európai Parlament elnökének, amelyben arról fogom őt tájékoztatni, hogy itt Varga Judit valószínűleg félrevezette őket. Kossa Lajos ugye korábban kifecsegte, hogy a belügyminisztérium volt a megrendelő. Önöknek, a Nemzetbiztonsági Bizottság tagjainak adtak tájékoztatást arról, hogy ki volt a megrendelője ennek a szoftvernek a beszerzésének? Én október közepén láttam a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnál tartott kihelyezett ülésen láttam először papírt erről a beszerzésről.
illetve ennek az eszköznek a megvásárlásáról, de attól, hogy Kósa Lajos minősített információkat fecseget ki oktalanul a magyar nyilvánosságnak, az még nem hatalmaz fel senkit, engem sem arra egyébként. De hogy már nem is akarom arra kényszeríteni, hogy itt a éteren keresztül, hogy kifecsegjen ilyen minősített adatokat, de csak annyit kérdeznék, hogy igen vagy nemes válaszsal, hogy egyébként informálták róla, hogy ki a megrendelő, tehát most már lehet tudni. Láttam a szerződést, és én láttam, hogy ki írta alá ezt a szerződést, igen. Arra kaptak valami magyarázatot, amit Gulyás Gergely állított korábban, hogy ezt a szoftvert jogszerűen használták föl olyan újságírók ellen, akik gyanús idegen személyekkel érintkezhettek? Ugye amikor ez az egész Pegazus ügy kirobbant még július közepén Magyarországon, rögtön utána néhány nappal később mi már megpróbáltunk összehozni egy Nemzetbiztonsági Bizottság ülést, akkor a fideszes képviselőknek, a fideszes többségnek a nyaralása fontosabb volt, mint ez az ügy. Nem jöttek el a bizottság ülésére, nem tudtuk sem Pintér Sándort, sem az Alkotmányvédelmi Hivatalt, sem a technikai bonyolításért felelős szakszolgálatot felkérdezni ebben az ügyben. Azóta már voltak ülései a bizottság, és több alkalom, minden bizottságülésen előkerült ez a téma. Hát, mint az okoslány, tehát kaptunk is választ, meg nem is. Én így tudnám összefoglalni. Az, hogy ezt az egész ügyet, ezt alapjaiban tudjuk áttekinteni, és az egész magyar nyilvánosság számára megnyugtató módon tudjuk rendezni, ehhez kettő dologra van, illetve lenne szükség, rövid távon egy ilyen ténymegállapító vizsgálatra, közép és hosszú távon pedig egy kormányváltásra. Ez vezethet el bennünket ahhoz, hogy a valóságot láthassuk ebben az ügyben. Jó, mert itt nagyon érdekli a közvéleményt, hogy vajon a jogszerűség az hogyan jelentkezik mondjuk Gémesi Györgynek a megfigyelésében, Gödöllő polgármesterének megfigyelésében, ő vajon milyen olyan személyekkel találkozhatott, akik nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek? Hát erre nem csak ön, és nem csak a rádióhallgatók, hanem én magam is nagyon kíváncsi vagyok, de én sem kaptam még erre választ. Az nem merült egyébként fel önben, mert volt egy bátor húzása nem is olyan régen, amikor Facebook oldalán posztolt egy zárt ülésön elhangzott információt, hogy ön úgy érzi, hogy az ott elhangzottak, azok olyan fontos információk voltak, amelyek közérdekűek, hogy ezt a nyilvánosság megismerhesse, hogy ezzel kapcsolatban is élne ilyen jellegű engedetlenséggel? Nyilván nekem a munkakörű leírásomban az benne van, hogy ne ijedjek meg a saját árnyékomtól, de azért itt két külön, tehát itt tehát nem egy ilyen kétmilliárdos vakontúrásról van szó, bocsásson meg, hogy így fogalmazok, mint a Puskás Halagút ügyében, ez egy sokkal-sokkal komolyabb dolog, és az embernek, aki ezt a tisztséget a Nemzetbiztonsági Bizottság vezetését betölti, vagy azok a képviselőtársaim, ellenzéki képviselőtársaim, akik szintén ebben a bizottságban vannak benne, és minősített adatokhoz juthatnak hozzá, nekünk tényleg minden szavunkat, minden lépésünket nagyon-nagyon alaposan meg kell gondolni, mert hogy egyébként pallosként bennünket nem a házelnök fenyegethet, Kövér László fenyegethet a házszabályban nem tartásával, illetve milliós büntetésekkel, hanem bizony ennek a büntető törvénykönyvnek vannak bizonyos passzusai arra vonatkozólag, hogy mi jár annak, aki visszaél ezekkel a minősített adatokkal. Szóval ezért ez egy nagyon-nagyon vékony jég, és nagyon-nagyon észnél kell lennünk nekünk ellenzéki politikusoknak, sokkal inkább észnél kell lennünk nekünk, mint Kósa Lajos, amennyire észnél volt néhány héttel ezelőtt, hogy mit mondunk és mit nem ebben az ügyben. Igen, csak azért kérdezgettem ezt, mert gondolom, hogy ez így bosszantó lehet képviselőként is, legalábbis a választók, akik ugye megbízzák a képviselőket az ügyeik intézésével, a választóknak mondhatom, hogy bosszantó, hogy nem kapunk választ arra, hogy mégis kik miért szerepeltek a megfigyeltek között, és milyen törvényi felhatalmazás áll mögötte.
Hát ugye, aki ezeket a dokumentumokat, ezeket az információkat látja, az nem a nyilvánosság, meg nem is én vagyok, hanem aki most vizsgálatot folytat ebben az ügyben, mert hogy egyébként megengedték neki, és direkt így fogalmazok, hogy megengedték neki, az Péter Falvi Attila, illetve az ő hivatala a NAI. Na most a NAI az most folytat egy vizsgálatot ezzel kapcsolatban. Ezért megmondom önnek őszintén, hogy sok reményem nincsen ezzel a vizsgálattal kapcsolatban. Péter Falvi Attiláéknak már 2015-ben volt egy ehhez hasonló vizsgálatuk, ahol az Alkotmányvédelmi Hivatal akkori működését egy más ügyben vizsgálták. Na most akkor az lett a vizsgálatnak a végeredménye, hogy semmi probléma nincs, és minden a törvény előírásoknak és a jogállami garanciáknak tökéletesen megfelelően működik az Alkotmányvédelmi Hivatalban, és hogy miért nem vagyok optimista ezzel a leendő jelentéssel kapcsolatban. Ez a bizonyos kihelyezett ülésen, amíg még október közepén tartottunk a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnál, ott Péter Falvi Attila is ott volt, és hát nem különösképpen volt elnök úrnak érdemi kérdése az elhangzottakkal kapcsolatban. Mostanában itt más dolgok is napvilágra kerültek, itt a Városháza eladásának kapcsán volt egy kisebb fajta botrány. Ezzel kapcsolatban van-e a Nemzetbiztonsági Bizottságnak dolga, vagy esetleg úgy is kérdezhetném, hogy az ellenzéknek van-e dolga vele, mert hogy titkosszolgálati módszerekkel készülhettek, vagy lehet, hogy nem ezzel a módszerrel, hanem valami más típusú megfigyelési lehetőséggel, nem tudom, mik vannak a piacon, vagy kiket lehet megbízni titkos felvételek készítésében. Minden esetre a kormánymédia összevagdosva használt föl ilyen felvételeket, hangfelvételeket a saját céljaira, és itt is a választó esetleg hiányolhatja, hogy sehol semmilyen formában nem hallott arról, hogy az állam ennek a kivizsgálására törekedne, hogy ez hogyan fordulhatott elő, ki készítette a felvételt, milyen célból készítették a felvételt, ki vágta össze a felvételt, hogyan került meg napvilágra, stb. Stb. Ebben nincs esetleg valami. Ugye több az utóbbi hetekben valóban több alkalommal kerültek elő mindenfajta hangfelvételek, videófelvételek, fényképfelvételek, vezető ellenzéki politikusok különböző dolgait illetőleg. Éppen ezért is, és ugye itt Kövér Lászlónak a néhány nappal ezelőtt nyilvánosságra került beszédével kapcsolatban merült fel a nyilvánosság előtt először az, hogy nekünk beszélni kell arról, hogy a magyar titkos szolgálatok mit gondolnak a kampányra, illetve az országgyűlési választásokra készülő magyar belpolitikai helyzetről, vagy ők ott milyen mozgásokat végeznek. De hát itt nem csak a Kövér beszéddel kapcsolatban kurens ez a téma, hanem ezekkel az ön által az előbb említett ügyek miatt is fontos, hogy beszéljünk arról, hogy a magyar titkosszolgálatoknak az országgyűlési választásokkal kapcsolatban, mert hogy egyébként közvetett módon ezek is egyébként ugyanennek a nagy rendszernek, vagy nagy kampánynak a részét képezik. Milyen érintettsége van ezeknek a szolgálatoknak? Hát igen, mert hogy jelen pillanatban, például ennél a Városháza eladással kapcsolatos botránynál azt látjuk, hogy a manipulált felvétellel valójában politikai célokat próbálnak elérni, megvalósítani olyan erők, amelyek nem az ellenzékhez köthetők. Azt persze nem tudjuk, hogy kik készítették a felvételt, lehet, hogy nem semmi közük az államhoz, de lehet az is, hogy igen. Tehát, hogy itt igen, annyi kérdés. Igen, a magyar elhárításnak, az Alkotmányvédelmi Hivatalnak nem dolga, nem funkciója, nem feladata az, hogy mérlegeljen, hogy most melyik az ellenzéki információ, meg melyik a kormánypárti információ. Neki az a dolga, hogy megőrizze és védje a magyar szuverenitást, megőrizze
őrizze és védje az ország integritását. Most itt ilyen szempontok az ő tevékenységük során, hogy éppen ki melyik politikai oldalhoz tartozik, tehát elméletben nem szabad, hogy felmerüljenek, nekik arra kell törekedniük, hogy ezeket a szempontokat, ezeket fent tudják tartani. Most egy teljesen friss hír, egy órája jött ki, hogy az ellenzék feljelenti Kövér Lászlót. Ez egy közös akció, ha jól látom itt a friss hírekben. Ön részt vett ennek a... Magán a sajtótájékoztatón nem vettem részt, de természetesen abszolút tudok azonosulni azon, amit az ellenzéki képviselőtársaim ott ezen a sajtótájékoztatón elmondtak. Hát és akkor ez tulajdonképpen majd tud folytatódni azokkal az információkkal, amelyek a jövő heti nemzetbiztonsági ülésen esetleg kiderülhetnek ennek a beszédnek a hátteréről, amiről majd akkor nyilván fogom önt kérdezni, és remélem akkor is elfogadja a meghívást. Köszönöm szépen, hogy velünk tartott. Stummer Jánost, a Nemzetbiztonsági Bizottság jobbikos elnökét hallották. Minden jót kívánok! Viszonthallásra! És akkor most mi egy kis reklámra elmegyünk, aztán folytatjuk a műsorunkat a kormány és a titkos szolgálatok kapcsolatával összefüggő kérdések boncolgatásával. Beszóló. A Spirit FM interaktív kibeszélő show-ja. Szóljon hozzá ön is! Mondja el véleményét! Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emelt díjas telefonszámon. A műsorvezető Ónadi Molnár Dóra. És akkor folytatjuk a műsorunkat a kormány és a titkos szolgálatok kapcsolatával összefüggő kérdésekkel, és itt van a vonalban velünk Gulyás József, volt országgyűlési képviselő és a Nemzetbiztonsági Bizottság egykori tagja. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok, én is köszöntöm a rádió hallgatóit. Stummer képviselő úrral arról beszélgettünk az előző fél órában, hogy ő vajon hogy értelmezi a házelnök által elmondottakat. Ön hogy értelmezi? Melyik értelmezés áll önhöz közelebb, amelyet a kormánypártok mondanak, vagy tényleg elhangzott az, hogy nemzetbiztonsági kockázatnak tekinti Kövér László az ellenzéket? Azzal kezdeném, hogy ugye többféle értékelés elhangzott az elmúlt napokban, visszatérő elem volt, hogy hát Kövér Lászlótól már nagyon sokféle beszédet hallottunk, ez is tulajdonképpen beleillik abba a sorba, és hát nem kell nagyon meglepődni. Most én azt gondolom, hogy ez egy nem túl jó megközelítés, mert nagyon nem mindegy, hogy milyen minőségében és hol mond valaki egy ilyen beszédet, és ugye ez közismert, hogy ő el is mondja a beszédében, hogy egy protokollális felkérésnek tette eleget, és az országgyűlés elnökeként, tehát az közjogi méltóság, egyik legfontosabb közjogi méltóság szerepében mondja ezt a beszédét, de hozzáteszi azt is, hogy azért neki van előzetes kötődése, tapasztalata a titkosszolgálatokkal összefüggésben, ami közismert, és a kritikus mondat előtt például tisztelt kollégáknak szólítja a megjelenteket, és ugye a hely, ahol vagyunk, az az Alkotmányvédelmi Hivatalnak az épülete, és akik előtt mindez elhangzik, az pedig a titkosszolgálatoknak a vezérkara, nem csak az Alkotmányvédelmi Hivatalé, hanem több szolgálattól is voltak ott, ahogy a sajtóban lehetett olvasni korábbi és jelenleg, illetve jövőbeni vezetők. És hát ez egyfajta ilyen eligazításnak is tekinthető ilyen értelemben? Hát alapesetben nem szó szerint, hanem... Igen, tehát hogy a beszédnek azt gondolom, hogy egy feladat kijelölő, vagy ellenségkép kijelölő funkciója volt. Tehát aki ezt a beszédet elolvassa végig, ugye bizonyos elemeit kiemelte a sajtó, de én javaslom, hogy mindenki olvassa el, akinek persze kedve van hozzá, és érdekli ez a téma, a teljes beszédet, ez egy írott szöveg, tehát ha hanganyagba belehallgatunk, akkor érződik, hogy ez egy felolvasott szöveg, és nem egy szabadon engedett beszéd. Éppen ezért minden szónak és megfogalmazásnak jelentősége van, és miközben kimondja, tehát aki a szöveget elolvassa, ott kimondja, hogy a belső ellenség a legnagyobb nemzetbiztonsági kockázat, és a belső ellenség nem más, mint az ellenzék. Nem ez a szóhasználat, de hát a szövegből ez teljesen egyértelmű. Ráadásul
lényegében fel is szólítja az érintetteket, hogy az előttünk álló időkben mindenkinek el kell döntenie, hogy szolgálja vagy kiszolgálja államát és nemzetét. Tehát aki elfogadja azt a ellenségkép kijelölést és azzal összefüggő elvárásokat, amit a házelnök fölvázol, az tesz jót, és az szolgálja a nemzet érdekét, az összes többi az ezzel szemben kiszolgáltatja Magyarországot. És ez ráadásul úgy hangzik el, hogy a valódi nemzetbiztonsági kockázatokról nincsen szó a beszédben. Tehát csak utalás van arra, hogy a szolgálatok persze egy csomó nemzetbiztonsági kockázattal dolgoznak, számolnak, de föl nem tűnik benne a orosz-kínai titkosszolgálatok aktivitása, föl nem tűnik benne a terrorfenyegetettség és ezzel összefüggő biztonsági kockázatok. Ugyanakkor felsejlik egy másik ív, hogy az Unióban és az Unió tagállamaiban megjelenik egy államok feletti szervezetek, érdekcsoportoknak a pénzügyi ereje, befolyásolási képessége, ami szintén egy fenyegető veszély, ezt is azért nem kell hozzá sokat gondolkodni, ezt is be lehet azonosítani, tehát ilyet már hallottunk korábban Németh Szilárdtól, hogy a Soros György és a civil szervezetek jelentik a nemzetbiztonsági kockázatot Magyarországon, tehát tulajdonképpen ez a két ellenségkép jelenik meg, de most sokkal határozottabban jelenik meg az ellenzék, az ellenzéki politikusok, vagy általában az ellenzék, mint korábban bármikor. Jól értem a szavaiból, hogy tulajdonképpen a beszéd egyfajta ideológiai hátteret szolgáltat a szolgálatok vezetőinek ahhoz, hogy ne érezzék esetleg törvénytelennek ellenzéki szereplők megfigyelését. Ugye ez már abban az időszakban van, amikor a Pegasus nevű kémszoftvert használta a magyar kormány ellenzéki politikus, újságírók, kritikus gondolkodókkal szemben. Így van, tehát ekkor már az eszköz használatban volt. Azt nem tudom, hogy Körőér Lászlónak voltak erről ismeretei, vagy nem. Lehettek is, de az is lehet, hogy nem, mert formálisan neki erről nem kéne tudnia, hogy milyen eszközöket használ a titkos szolgálat. Arról se kéne tudnia, hogy ki kellen vetik be. Ugyanakkor most már tényszerűen tudjuk, hogy volt Pegasus szoftverbeszerzés, azt is tényszerűen tudjuk, hogy ki ellen használták, és azt viszont nem tudjuk tényszerűen, hogy amit a magyar kormány képviselői állítanak, hogy minden jogszerű volt, hogy ennek az állításnak mi a valóság alapja. Mert amit ezekről a lehallgatásokról tudunk, abból bizony nem áll össze, hogy szervezetbűnözői körök, terrorfenyegetettségi kockázati tényezők ellen vetették volna be ezeket az eszközöket. Valami nagyon más áll össze, egy olyasmi áll össze egyébként, amiről Kövér László beszél, hogy az ellenséget, mintha máskor kerestetnék, és itt az ige is fontos, a titkos szolgálatokkal, mint ahol van. Tehát azt akarom mondani, hogy egy dolog, hogy mi hangzik el egy ilyen eseményen, és egy nagyon másik dolog, hogy mi a valóság, és mi van a titkosszolgák fejében, és általában a magyar titkosszolgálatok hogyan működik. Én nagyon szeretnék abban bízni, hogy nem ez a működési norma, és nem úgy fogták föl a megjelent titkosszolgálati vezetők, illetve az állomány tagjai, hogy nekük ez alapján, a beszéd alapján egyfajta feladatszabás vagy ellenségkép kijelölés mentén kell csinálni a dolgukat. Van egy esküjük, van egy nemzetbiztonsági törvény, és a nemzetbiztonsági törvény logikájába, keretei közé és szabályozásába se fér bele az, hogy az ellenséget ilyen módon a politikai ellenfelében, mármint a kormány politikai ellenfelében keresse a magyar titkosszolgát. Ez teljességgel abszurd. Tehát ilyen demokráciákban nem fordulhat elő. Okkal bizakodhatunk, hogy ez a helyzet, hiszen valahogy mégiscsak kikerült ez a hangfelvétel, az azt jelenti, hogy nem mindenki azonosult ott a házelnök szavaival. Hát én egy igen, ez egy fontos momentum, hogy valóban volt, aki ezt fölvette, illetve kijuttatta ezt a felvételt, és csak utána döntött úgy, amennyiben a sajtóból követtem a házának, illetve Bajer Zsolt, hogy akkor közzéteszi a teljes beszédet.
Én azt gondolom, hogy nagyon rossz irányba ment el a titkosszolgálatoknak a használata Magyarországon. Azt kell, hogy mondjam, hogy használatáról kell, hogy beszéljünk, mert amikor ilyen kérdések merülnek föl, hogy az ellenzéket vagy újságírókat kormánykritikusnak vélt, vagy akár kormánykritikus vállalkozókat, önkormányzati vezetőket nem egyszerűen lehallgatnak, hanem olyan eszközt vetnek be velük szemben, amit tényleg csak kivételes bűnözői körök, szervezett bűnözés, terrorfenyegetettség esetén illik bevetni, akkor ha egy kormány és annak a pártjai nem készek arra, nem nyitottak arra, hogy lehetővé tegyék az ellenőrzését a szolgálatoknak, az ellenőrzését annak az információnak, hogy jogszerűen használták ezeket az eszközöket vagy sem, az bizony azt erősíti meg, hogy itt nem jogszerűen történt ezeknek az eszközöknek a használata, és ez rendkívül súlyos. Tehát azzal, hogy a kormány lényegében az elejétől, az ügynek az ügykirobbanásától a valódi cáfolatot nem adott, érdemi állításokat nem fogalmazott meg ebben az ügyben, ezen túlmenően mindent elkövetett azért, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok civil kontrollja, amiről törvény rendelkezik, az ne valósulhasson meg. Szerint már elég pesszimisták a szavai. Mi haszna van a választóknak abból, hogy az ellenzék részt vesz a Nemzetbiztonsági Bizottság munkájában, hiszen ezek szerint akkor nem sok tudásunk van arról, hogy hogyan használták, miért használták, törvényesen használták, ki kellene, mi alapján választották ki a megfigyelt személyeket. Igen, hát ez régóta visszatérő kérdés, amire ideig mindig azt a választ adták a Nemzetbiztonsági Bizottság ellenzéki tagjai, hogy ők azért tájékozódhatnak, kérdezhetnek, és majd erről minket tájékoztatnak, persze nem mondhatják el, ami ott történt, vagy ott elhangzott. Szóval én azt gondolom, hogy már túl vagyunk azon, hogy egyértelműen ki kéne mondani a bizottság tagjainak, hogy a Magyarországon a titkosszolgálatok civil kontrollja nem működik. Ha meg nem működik ez a civil kontroll, akkor egyfelől ezt ki kell mondani, másrészt ehhez méltó választ illik adni. Tehát egy kicsit úgy tűnik, mintha ha mindig felpiszkálná a közérdeklődést az ellenzéki képviselők, bizottsági tagok, hogy majd ők jókat kérdeznek, és majd megyünk előre. Itt már nincs előre ebben az ügyben. Tehát ebben az ügyben, és általában a nemzetbiztonsági szolgálatok kontrollját illetően, vagy lesz egy választási győzelme az ellenzéknek, és olyan szereplők kerülnek helyzetbe, akik ezt a civil kontrollt biztosítják, és a eddig ki nem vizsgált feltárt ügyeket kivizsgálják belső vizsgálatokkal, meg ténymegállapító vizsgálatokkal, és akkor nyilvánosság elé tárják mindazt, amit ebben a pillanatban nem tudunk, csak sejtünk, vagy marad minden a régiben. Tehát szerintem azt újra és újra elmondani, hogy hát kérdeztünk, de nem válaszoltak, ezen már szerintem régen de túl van vagyunk. Más eszközük is? Tehát, hogy tudnának, hát hogy mondjam, hatékonyabban, asszertívabban a kormányra nyomást helyezni? Erre a kormányra szerintem nem lehet nyomást helyezni, a választók előtti tisztánlátásért viszont tehetének többet az ellenzéki képviselők. Tehát amikor azt kérdezi, hogy mit lehet más csinálni, szerintem asszisztálni, úgy tenni, mintha a bizottsági munkának volna értelme. Ezt én nem játszanám tovább, ezt ehelyett azt csinálnám, vagy csináltam volna. Lényegében az ügy kirobbanását követő pár héten belül világossá vált, hogy semmilyen kontroll funkciót nem enged működni a kormánytöbbség. Nem lehet ezt az ügyet feltárni, mert egyszerűen jogszerűtlenül is ezt is akadályozzák, ezért föl lehetett volna állítani egy civil vizsgálatot, civilek bevonásával, és jelentést készíteni erről az ügyről. Ez a riport még elkészíthető. Igen, tehát ezt szerintem akartam mondani, hogy talán még most sem késő. Hát az biztos, hogy a választók ezt nagyon igényelnék.
Igen, tehát azt gondolom, hogy mind a hazai, mind a nemzetközi közvélemény számára közérthetőben, mint ahogy eddig, el lehetne mondani, hogy itt mi is történt, mi is az alapprobléma. Szerintem a rendszerváltás óta olyan nem volt még, hogy ennyire egyértelművé vált volna, hogy a magyar titkosszolgálatok fölötti kontroll nem működik. A kormánypártok úgy használja, ahogy akarja, és tulajdonképpen rálátása az ellenzéknek nincs erre a területre, és a kormánypárti képviselők a Nemzetbiztonsági Bizottságban ezt blokkolják, ezt az egyébként törvényi kötelezettségüket, mert nekik is nem az a dolguk, hogy a titkosszolgálatok ügyeit illetően takarják a kormányzati működést, hanem hozzájárulnak ahhoz, hogy ellenőrzött ez a tevékenység. Ön szerint mi a jelentősége annak? Lehet, hogy nem kéne ide kevernem ezt az ügyet, de ha nem, akkor figyelmeztessen rá, hogy Magyarország volt miniszterelnökéről, Bajnai Gordonról is kerültek ki most mindenféle felvételek, amelyeket a kormánymédia összevagdosva használt fel a saját céljaira. Ez milyen, tehát semmilyen formában nem hallunk arról, hogy ezzel kapcsolatban az ellenzék olyan nagyon hangoskodna. Lehet, hogy ennek az ügynek nincs jelentősége, de azért úgy él bennem a kíváncsiság, hogy igen, hogy... Igen, én azt gondolom, hogy van jelentősége. Nagyon örülök, hogy Bajnai Gordon feljelentést tett ebben az ügyben. Itt azt gondolom, és ez nem egyedi ügy ráadásul, tehát a Bajnai Gordon esete a városházi ingatlanok körüli vitában született lehallgatások, ugye ez nem egy egyszerű történet. Itt a titkosszolgálatoknak is van egyébként szerepe, mert azt szerintem nem hagyható, hogy árnyék titkosszolgálatok működjenek az országban, és ilyen műveleteket bonyolítsanak le, mint ahogy ebben az ügyben látszik, hogy ez egy felépített akció volt. De felépített akció, és profin készültek a felvételek, tehát hogy azért az látszik, hogy itt sima hangfelvevővel ez így nem tud elkészülni. Igen. Igen. De hogy ha én azt érzékelem, hogy ebben az ellenzék nem nagyon hangos, akkor azt és problémásnak nevezzem, akkor jó helyen kapizsgálok? Én is azt gondolom, hogy itt az ellenzék fellépése megint nem éri el azt a szintet, nem kellően arányos a fennálló problémával a reakció. Na de tehát... Kövér Lászlót viszont feljelentik. Egy órája került ki a hír, hogy közös sajtótájékoztatón jelentették be az összefogásban résztvevő pártok, hogy feljelentik az országgyűlés elnökét. Ez ön szerint elégséges eszköz? Ezt folytathatnák, bővíthetnék? Mit tudnak még ez ügyben tenni? A feljelentésnek természetesen lehet értelme, hozzáteszem, hogy én nem bízok abban, hogy ezzel a feljelentéssel itt a választásokig bármi is történik, de azt érdemes vizsgálni, hogy hogyan lehet ebben az ügyben a súlyában miért üzeneteket. Most nagyon rosszul halljuk. Egy kicsit, nem tudom, a térerő változott, nem tudom, hogy elmozdult-e az előző helyről. Érdemben nem. Most jó. Tehát azt akarom mondani, hogy szerintem azt érdemes vizsgálni, hogy hogyan lehet ebben az ügyben az üzeneteket legjobban eljuttatni a súlyához mérten a választókhoz. És szerintem a parlamenti szereplésekkel, hát, vagy azoktól korlátozottan lehet már eredményt várni. Tehát nyilvánvaló, hogy amikor arról beszéltem, hogy egy vizsgálati jelentés és az abba fektetett munka, hogyha azt jól végzik az érintettek, egy folyamatos kommunikáció, az mindenképpen többet ér, mint hogyha arra a szintre megyünk le, amit egyébként már korábban is láttunk, hogy mondjon le a miniszter. Tehát ezek a mondások már súlyukat veszítették. Ezekkel a mondásokkal, amit lehet persze mondani, de hogy nem szabad itt megállni. És a Pegazus ügyben én arra akarom felhívni a figyelmet, hogy amikor ez kirobbant, ez a botrány, egy pár napig nagyon aktív volt az ellenzék, de mert a sajtó ezt ugye napirenden tartotta, és aztán eljött a nyári szünet, és lényegében hetekig nem is hallottunk a történetről. Tehát nagyon sok minden múlik azon,
hogy egy ilyen ügyet egy napi, két napi, pár napi kommunikációs eseményként kezel az ellenzék, vagy fölépíti, és kész ebben az ügyben érvényeset, tartalmasat, erőset mondani, és napirenden tartani, amitől eljut az üzenet. Mert egy párnapos jelenléte vagy aktivitással biztos, hogy nem jut el az üzenet a választókhoz. Tehát ha a feljelentés elhangzik, bekerül a médiába, ez két nap múlva már nem számít. Nem fog segíteni ennek az üzenetnek a célba juttatásához, hogy most ez az összefogásban résztvevő párt, konglomerátum, ez most fölállít egy kampánytanács adó grémiumot, egy kézbe fog kerülni a kommunikációt. Talán az azt jelenti, hogy nem egyenként fognak megszólalgatni, mert a Pegazussal kapcsolatban az is egy érdekes jelenség volt, ha így fölidézzük a nyarat, hogy ahány párt, ellenzéki párt volt, annyi félét mondtak, tehát nem igazán ment egy irányba a kommunikáció. Ez így van, de hogyha azt nézzük, hogy az előválasztás óta mi változott, én még emlékszem azokra a mondásokra, hogy ha megvan az előválasztás eredménye, akkor lényegében a miniszterelnök jelölt és alatta mindenki egy közös tartalmi keretben egységesen fog kommunikálni, megszűnik a pártoknak az egymással rivalizáló, versengő, egymást kioltó kommunikációja. Nem az lesz, hogy az egyik párt ígér majd x százalékot ennek a társadalmi csoportnak, a másik egy másik százalékot, a harmadik és a hat párton végigmehetnénk, tehát hogy mindenki mond valamit, amit gondol a helyzetről. Sajnos ebben az ügyben is, már mint a Kövér László beszéde ügyében is, ha figyeltük, hogy mi jelent meg a sajtóba, kiadott a hat párt egy közleményt, amit már egy órán belül elmosott a többi párt külön-külön kiadott közleménye, vagy a pártok vezető politikusainak a megszólalása. Tehát 6 vagy 7 megszólalás volt, meg még emellett volt egy összpárti kommuniké. Sajnos a miniszterelnök jelöltet nem hallottuk megszólalni, vagy azt tudom, hogy vidéken kampányolt éppen, de hogy az ő megszólalása nem jött át. Ebben biztos, hogy rendet kell teremtenie a kommunikációs csapatnak, azok, akik a kampányt irányítják, és kell a pártok részéről egy alázat, hogy azt a típusú különutas kommunikációt, hogy mindenki akar látszani egyenként is, pártként is, azt szerintem be kell fejezni. Erre kell egy markánsabb szereposztás és egy markánsabb összerakott folyamat, vagy jól összerakott folyamat, hogy ne legyen ez a széttartás, vagy egymást gyengítő megszólalás cunami. Van rálátásra egyébként arra, hogy azokban az országokban, ahol a Pegazus botrány szintén nagyot szólt, mert használták bizonyos emberek ellen, ott milyen következményei voltak? Tehát, hogy tudjuk magunkat viszonyítani másokhoz? Persze, hát Indiában elég komoly következményei voltak, ott azonnal indítottak vizsgálatot, beleláthatott az ellenzék, lemondások is voltak. Hát mi egy kicsit távol vagyunk a Indiától, és hogyha a politikusaink keletre néznek, akkor elsősorban nekik a kínai, meg az indiai helyett a kínai, meg az orosz modell jut eszükbe. Úgyhogy nálunk nagyon más a megközelítés. Elképzelhető, hogy ennek az ügynek lesz egy olyan hosszú távú hatása, hogy alaposabban ellenőrzik majd ezeknek a kémszoftvereknek a beszerezhetőségét, mert ugye azért ez is egy hát gyenge pontja ennek az ügynek, hogy milyen könnyen hozzá lehet férni. Hát ugye itt egyrészt lépett az Amerikai Egyesült Államok, tehát ő az NSO-val szemben hozott döntéseket, lépett az Apple, de tudtam, az izraeli kormány is hozott olyan döntést, hogy korlátozza az ilyen típusú szoftverek értékesítését, és Magyarország felé ez a típusú értékesítés megszűnik a jövőben. Egy esetleges kormányváltásnál ez a magyar jogalkotást is érintheti? A magyar jogalkotásnak lesz dolga ezen a területen, nem önmagában a szoftverbeszerzéssel, hanem egyrészt a nemzetbiztonsági szolgálatok tekintetében a civil kontrollnak a kiépítésével, mert láthatóan
rendszerváltást követően valamikor a 90-es évek közepén lefolytatott szakmai vitákat követően megszületett nemzetbiztonsági törvény, az nem képes garantálni a megfelelő civil kontrollt a szolgálatok működése felett. Ha a politika irányítás használni akarja visszaélésszerűen a titkosszolgálatokat, akkor ebbe nem tud az ellenzék belelátni, vagy nem tudja ellenőrizni ezt a folyamatot. Itt új intézményeket is létre kell hozni, és a törvényi garanciákat körültekintően ki kell építeni a szolgálatok fölötti kontrollra. De azt hadd mondjam el, hogy félre ne menjen az a része, hogy miközben nem működik a kontroll a titkosszolgálatok felett, én nem gondolom azt, hogy az egész magyar titkosszolgálat a pártállam ökle lenne, és minden tekintetben a Fidesz igényei szerint működik. Tehát ez biztos, hogy ez nem így van. Ugyanakkor vélelmeznem kell azt, hogy mert a Pegazus botrány erről szól, hogy jogszerűtlenül használnak föl eszközöket ellenzéki politikusok, civil aktivisták, újságírók ellen. Ezt a kormány egyetlen egy módon tudta volna cáfolni ezt az állítást, hogyha lehetővé tesz egy vizsgálatot. Hát, hogy lesz-e felelősségre vonás valamikor, azt nem tudjuk, de mi minden esetre azért rajta leszünk ezen az ügyön, és megpróbáljuk a nyilvánosságban tartani a témát. Akkor annyit hadd mondjuk elnézést, hogy lesz-e felelősségre vonás következmény kérdéséhez. Egy új kormány nagyon sokat tehet azért, hogy ilyen helyzet még egyszer ne fordulhasson elő. Tehát minden ilyen ügyet visszamenőleg ki kell vizsgálni, és a nyilvánosság elé kell tárni. Tehát én emlékszem olyan ügyekre a múltból, amikor az ellenzék, akár a mostani hatalmon lévő, azt mondta, hogy itt micsoda botrányok voltak, és hű meg ha, és aztán kormányra kerültek, ezeket az ügyeket nem vizsgálták ki, nem tárták a nyilvánosság elé. Egy új kormány még egyszer ugyanezt a hibát ne kövesse el, ha kérhetem. Ez egy jó végszó volt, nagyon szépen köszönöm Fújás Józsefnek, volt országgyűlési képviselőnek és a Nemzetbiztonsági Bizottság egykori tagjának, hogy segített elemezni ezt az elég összetett kérdéskört. Minden jót kívánok! Köszönöm én is, viszont hallásra. Én meg arra biztatom önöket, hogy a második órában is maradjanak velünk. Most egy kis zene, hírek, és aztán folytatjuk a beszólót. Beszóló. A Spirit FM interaktív kibeszélő show-ja. Szóljon hozzá ön is. Mondja el véleményét. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emelt díjas telefonszámon. A műsorvezető Ónadi Molnár Dóra. Köszönöm, ha velem tartanak ebben az órában is. A műsor második felében, ahogy azt már korábban jeleztem, csak látszólag szakadunk el a magyar belpolitikától. Joe Biden amerikai elnök december elején 110 ország meghívásával demokrácia csúcsot tart, amelyre nem hívták meg a magyar kormányt, ellentétben sok más uniós tagállam kormányában. A vonalban itt van velünk Balázs Péter, volt uniós biztos, volt külügyminiszter. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok. A kérdéses konferencia célja a demokrácia, illetve tehát demokrácia téma lesz, illetve a Kínával szembeni szövetség megerősítése. Ön szerint hogy kerültünk ki belőle, hogy nem kapott meghívást a magyar kormány? Én azt gondolom, hogy így demonstrálni is akarja a rendező, Egyesült Államok azt, hogy kit, s mit tekint demokráciának, s mit nem, és bemutatta, hogy például a jelenlegi magyar rendszer ők nem tartják demokratikusnak, ebbe Magyarország önmagát sorolta, tehát ez nem egy önkényes döntés volt, hanem ez 10 év kemény munkájával élte el az Orbán kormány. Mondjuk itt a meghívottak között azért vannak problémás esetek, Gána, Zambia, Fülöp-szigetek is meghívást kapott, szóval demokrácia kérdésében vannak rosszabb szereplők is a magyaroknál. Hát ugye ez a kép nem lehet fekete-fehér, mert itt rengeteg árnyalat van valóban, ez igaz, de amelyiknek igazán nagy híre van a világban, az néhány. Néhány példa, és hát sajnos azt meg kell állapítanunk, hogy nagyon sok esemény nyomán Magyarország vált az egyik illusztratív példává, ahol
A három hatalmi ág nagyon szorosan összefonódott, ugye a kormányzat gyakorlatilag felügyeli a parlamenti többséget és az igazságszolgáltatást. A médiatörvény volt a legelső, amihez hozzányúltak 2010 karácsonyán. A civil szervezeteknek nincs igazán jó helyzetük Magyarországon, és hosszan lehet sorolni, hogy ezek ma már elcsépelt és ismert dolgok, mert nagyon sok jelentés földolgozta a Velencei Bizottság, az Európai Parlament több jelentése. Hát jó lenne, ha ez nem így lenne, illetve hát minél előbb megváltozna. Szijjártó Péter külügyminiszter reagált ennek a meghívásnak az elmaradására. Egyik magyarázata szerint a kormány jó kapcsolatot épített ki Trump elnökkel, és akik ilyen kapcsolatot ápoltak vele, ilyen jó kapcsolatot, azok közül nem kaptak meghívást más országok se, illetve azt is mondta, hogy az Amerikai Egyesült Államok be akar avatkozni a magyar választásokba, és itt ezt a Magnitsky törvényt emlegette a külügyminiszter. Kérhetnénk egy kis információt öntől, hogy mi a jelentősége ennek a Magnitsky törvénynek, valóban lehet-e ez fenyegetés a magyar választások tisztaságát tekintve? Hát nézze, az, hogy a külpolitikánk egy korábbi elnökhöz fűződő kapcsolatról beszél, én azt hiszem, hogy ez elég durva diplomáciai hiba. Tudnilik, mindig az adott kormánnyal kell kapcsolatokat ápolni, amennyire az lehetséges, és annak érdeme szerint. Tehát minden állam esetében azt a kormányt tiszteljük és fogadjuk el, amelyet törvényes keretek között megválasztottak. Tehát ahogy ma elvárja az Orbán kormány, hogy őt fogadják el megválasztott kormánynak, úgy Amerika is elvárhatja, hogy ne Trumpról fecsegjenek külföldi politikusok, hanem Joe Bidennek hívják az elnököt, és vele próbáljanak lehetőség szerint minél jobb kapcsolatot kiépíteni. Nem hinném, hogy az amerikai külpolitika annyira gyermeteg lenne, ilyen óvodás, hogy barátom vagy nem vagy a barátom, hogy aki a Trump barátja volt, az nekünk már nem barátunk. A jelenlegi helyzet alapján ítélnek, és hát ezt a második részét a kérdésnek én elég durva vádnak tekintem, aminek alapja nem látszik, tehát az, hogy bárki be akarna avatkozni a jövő évi magyar országgyűlési választásokba, hát ezzel lehet spekulálni, ugyanilyen alapon ugye akár Oroszországra is ugyanezt el lehetne mondani, de mindenkivel szemben igazságtalan addig, amíg erre vonatkozóan nincsenek bizonyítékok. Ugye itt a külügyminiszter arra utalhatott, hogy bizonyos amerikai jogszabályok felhasználásával szankcionáltak olyan bolgár üzletembereket, cégvezetőket a bolgár nyári bolgár választások előtt, amely rásegített arra, hogy megbukjon a kormány, az akkor regnáló kormány, főleg itt ilyen korrupcióval súlyosan érintett cégvezetőkről van szó. Ugye Magyarország esetében is látunk már hasonlót, hogy ahol korrupció gyanúja fölmerül, ott az amerikai jog szerint ki lehet tiltani Amerikából, és egyéb szankciókat is lehet alkalmazni. Na most naivitás azt hinni, hogy egy-egy ilyen eset egy egész országos választásnak a sorsát eldönteni. Bulgáriában egész egyszerűen elegük volt az embereknek a Borisov-féle kormányzásból, a nagyon kiterjedt korrupcióból, és fogták magukat, és változtattak, és hát elég reményt keltő új elkötelezett vezetőket választottak, akik megígérték, hogy a közpénzek, s benne az EU pénzek nem magánzsebekbe fognak folyni, hanem próbálják Bulgária felzárkózását szolgálni. Ezért váltottak kormányt, ezt várják az új kormánytól. De azért azt lehet mondani, hogyha azoknak a számláknak a blokkolása nem történik meg, akkor nehezebben bukik meg ez a kormány. Én nem hiszem, hogy ilyen közvetlen áttétel lenne. Ez egy apró dolog az egészben, de ugye Bulgáriában is, Magyarországon is, vagy bárhol máshogy, vagy láttuk nemrég Németországban a választásokat, a választó polgárok szavazatai számítanak. A többi az hangulatot kelt, egy-két embert érinthet,
de alapvetően senki más nem tud egy kormányt leváltani, csak a saját szavazópolgárai. Itt beszéltünk már a diplomáciai hibáról Szijjártó Péter esetében, hogy azzal, hogy a Trumpra mutogatta, a Trumppal való jó kapcsolat, az hát nem volt egy szerencsés mondat, de nem hiba-e, vagy nem szerencsétlen megnyilvánulás, hogy egyébként egy szövetséges ország, NATO szövetséges, Amerikai Egyesült Államok nem hívja meg a másik szövetséges országot egy ilyen konferenciára? Hát nézze, ezt értékalapú külpolitika szerint ez belefér. Azt mondja, hogy az én értékrendemben van néhány ország, amelyik azoknak a kritériumoknak nem felel meg, amelyekről ezen a konferencián tárgyalni fogunk. Tehát ez azt gondolom, hogy képviselhető, hogyha konkrét tények állnak mellette. Persze ennek a szövetségre nem szabad hatással lennie. Tehát az, hogy a NATO szövetség, a washingtoni szerződés 5. cikke, az egymás ért területi agresszió elleni közös fellépés, ettől függetlenül érvényes és működnie kell. Mi a jelentősége egyébként ennek a konferenciának? Miért hívta össze Joe Biden? Mi lehet a háttérben? Esetleg ellensúlyozni kívánja a hazai nyomást, megpróbálja kezdeményezőnek feltüntetni magát, és ez igazából egy befelé játszó aktus, vagy mi a állhat a háttérben ön szerint? Hát nézze, én azt gondolom, hogy Amerikában belül a demokráciát igazából nem fenyegetik komoly erők, tehát ennek inkább külpolitikai vonatkozása van, bizonyos normákat akar képviselni, és ezeknek hát nagy hátteret és színpadot adni, és hát ha megnézzük, hogy Amerika tulajdonképpen kikkel áll konfliktusban, akkor ma az első számú kihívója kétségkívül Kína. És Kínával kapcsolatban ugye van egy nagyon erős gazdasági verseny, van a csendes-óceáni dél-kínai tengerben, egy tengeren stratégiai versengés, és hát látszik, hogy az egész amerikai külpolitika nagy erővel fordul Ázsia irányába. És bizony ott, hát Kínában elsősorban, de más országokban is azért a jogállamiságnak, az emberi jogok érvényesítésének bizony tágtere van, és van mit számon kérni, és lehet, hogy ez egy indirekt üzenet, nem mondja ki rögtön az elején, hogy Tibetre gondol, vagy az ujgurok elnyomására, vagy Hongkong bekebelezésére, vagy Tajvanra, de azért ez elég erős üzenet Kína címére feladva. És hát ugye háttérbe szorult ma már az amerikai külpolitikában Oroszország, kivéve amikor közvetlen agresszióval találkozik, hát ez történt ugye Kelet-Ukrajnában, a Krimfélszigeten, és most legújabban a belarusz-lengyel határon, ami mögött sejthető, hogy orosz támogatás is van, arról is beszélt az amerikai külpolitika. Tehát körülbelül ezeken a vonalakon mozog, Afganisztánból kivonultak, bár oda is bőségesen lehet üzenni a talibánnak, hogy hogyan illenék viselkedni, miután övék lett az ország, és a NATO és összes szövetségese kivonta onnan a katonai erőket. Mennyiben segítheti hozzá a Kínával szembeni szövetség megerősítését egy ilyen konferencia? Az Egyesült Államoknak ez mennyire? Ez egy háttéresemény. Ez egy nagy színpad, lehet rá hivatkozni. A valódi cselekvés az kevésbé látványos, szűkebb körökben történik, de azért arra fölfigyeltünk, hogy például ugye némi európai konfliktust is okozott, hogy az USA az Egyesült Királysággal és Ausztráliával együtt alkotta ezt a bizonyos AUKUS rövidítésű csoportot, és hamarjában le is mondtak egy francia tenger alatt járó rendelést, és felszerelik atomtenger alatt járókkal ezeket a
Ausztráliát, és ugye ezek ott a csendes óceánon fognak működni, és ami nekem különösen szemet szúrt, hogy például az ENSZ közgyűlés, ugye az minden évben szeptemberben van, végén a Fehérházba meghívtak 4 kormányfőt, ez Ausztria, India, Dél-Afrika és Dél-Korea. Na most ebből 3 ott van az ázsiai térségben, plusz ugye Dél-Afrikát vették még hozzá. Tehát ezek érdekes mozgásai Ausztria, India, Japán volt, ha jól emlékszem, akiket meghívtak, és egy másik alkalommal találkoztak a G7 keretében az előbb felsoroltakkal. Tehát van egy nagyon erős ázsiai orientáció, aminek a fókuszában Kína terjeszkedése áll, illetve annak az ellensúlyozása. Egy kicsit beszéljünk arról, hogy a most már közel 10 hónapja tartó elnökség alatt hogyan változott a viszonya Európával az amerikai elnöknek. Ugye Trump alatt ez eléggé megrogyott ez a kapcsolat, de most azt látjuk, hogy ez alatt a közel 10 hónap alatt már 2-szer volt Európában. Ennek azért van jelentősége, nem? Hát ugye Biden számára Európa nem volt ismeretlen, és ő sem volt ismeretlen Európa számára, mert alelnökként nagyon sokat utazott. Külpolitikában rendkívül jártas, ellentétben az elődjével, aki talán elnökként mozdult ki először igazán tágabb körökben az USA-ból, és hát eléggé botladozott a nemzetközi környezetben Donald Trump. Biden otthonosan mozog. Na most, hát nagy remények voltak persze, hogy Trump után jön egy ilyen nemzetközileg művelt, ismert ember, és ő maga jelentette be a Müncheni biztonságpolitikai konferencián, ott mondta, hogy America is back, Amerika visszatért. Igen. Hát ez egy jó üzenet volt, és ugye mindenki azt gondolta, hogy a Trump kétbalkezes külpolitikája után ő láthatólag a bilaterrorizmust még megértette, az, hogy ketten ülnek az asztalnál, és úgy gondolta, az egyik nyer, a másik veszít, ilyen zéró összegű játszmákban tudott csak gondolkodni. A multilaterrorizmus már nagyon nem értette, hogy olyan játszmákat is lehet játszani, hogy tulajdonképpen ez a win-win, hogy mindenki nyer valamit, hogyha okosan tárgyalnak egymással. Na most Bidennel fölcsillant a remény, és valóban elindult azon az úton, hogy visszaállítani azt a multilaterális rendszert, ami megfelel a mai többpólusú világnak, és a közös alkukat tudunk kötni. Ennek volt is néhány jele. És akkor jött egy-két olyan lépés, ami csalódást okozott. Ugye az egyik az, hogy Afganisztánból konzultáció nélkül kivonul. Hát Afganisztánban ugye ott volt még 36 ország csatlakozott az USA-hoz, és a katonáknak körülbelül 2/3 nem amerikai katona volt, például egy nagyon erős német kontingens volt ott, és sok más is, egy kis magyar rész is volt ebben. Tehát hirtelen azt mondja, hogy feladjuk Afganisztánt, nem érdekes, kivonulunk. És ezt a megfelelő konzultációk nélkül megtette. Akkor volt, amit az imént említettem, ez a hirtelen Ausztrália és az EU-ból kilépett Egyesült Királyság felé fordul, és érvénytelenítenek egy nagyon értékes tenger alatt járó megrendelést Franciaország esetében. Hát az EU fölhorgott. És kezdtek ébredezni ilyen USA ellenes hangok, ami az EU-ban mindig valamennyire jelen volt, hogy az európai önállóság, európai szuverenitás szemben az USA-val, de ez nem hasznos, mert a NATO-ban együtt vagyunk és szövetségesek vagyunk. Nagyon ki is vagyunk szolgáltatva Amerikának, azért ez. Pontosan, hát nincs súlya tekintélye, és hát igazából a NATO-ban vannak együtt a hadseregeink. Na most aztán történtek olyan lépések, amelyek ezeket ellensúlyozzák. Tehát az, hogy ahogy Biden hivatalba lépett, létrehoztak egy USA-EU kereskedelmi és technológiai tanácsot,
amelyik fölállt, és elkezdett működni. Akkor nemrég, talán egy jó hónappal ezelőtt kötöttek egy acél-alumínium kereskedelmi megállapodást, ami vámmentessé teszi ezeknek a termékeknek a forgalmát, szemben a Trump által kirót súlyos vámokra, vámokkal. És tehát van közeledés, többször is találkoztak, ugye most a G7-nek most az Egyesült Királyság az elnöke, ott is találkozik Biden és más amerikai vezetők az európai G7 tagokkal, de most volt Rómában a G20, ugye, ami egy ilyen nagyon érdekes informális világkormányként kezd formát ölteni, ott is találkoztak, tehát nagyon sok kommunikációs lehetőség van, nem csak kétoldalú látogatásokból áll manapság a diplomácia, hanem nagyon erős a multilaterális, és azon belül is ez az úgynevezett csúcs diplomácia. Van, nem egészen azt hozta Biden, amit Európa várt tőle, de hát látni kell, hogy Európa tulajdonképpen annak idején a Szovjetunióval szemben volt az USA szövetségese, ugye így jött létre a NATO is, egy konfliktus utáni, világháború utáni szituációban, és ma Kína az érdekes, és Kínával szemben a csendes óceáni térség kínál az USA számára szövetséget, és Európától ez elég messze van, még akkor is, hogyha Európa, az EU éppen most alkotta meg az úgynevezett indo-csendes-óceáni stratégiáját, de hát tőlünk ez nagyon-nagyon messze van a földgolyó másik oldalán, és kevésbé akcióképes Európa azon a távoli vidéken. Úgyhogy nekünk a magunk mozgásterében kell ugye egyrészt az USA-val fenntartani a szövetséget, figyelni a déli szomszédságunkra, és hát különösképpen az instabil keleti szomszédságunkra, mert itt élünk, ezekkel vagyunk körülvéve. Mi a véleménye Amerikának azon kezdeményezéséről, hogy be kéne vezetni egy globális minimumadót, ami hát segítene a nagy gigacégek adóoptimalizálásának elkerülésében? Ez is egy ilyen erős témája az Egyesült Államoknak, és éppen Magyarországgal ez ügyben is van konfliktusa. Hát ugye ez a téma, ez az asztalon van egy ideje, ezzel az OECD is foglalkozott már korábban, és a csúcsokon merül föl, talán leginkább a G7 csúcson, hogy itt valamit lépni kellene, mert ezek a szervezetek, nemzetközi szervezetek mind kormányokat hoznak össze, és a kormányokkal szemben ott vannak a rendkívül mozgékony és hálózatosan szerveződő cégek és pénzügyi intézmények, szervezetek. Tehát ez ennek a kettőnek a harca, hogy hogyan csúsznak ki a kormányok adóztatása alól, és ha valaki valahol adót fizetne, és ezt a többiek elfogadnák, az még rendben lenne, de hát ugye a cégek manővereinek az a célja, hogy sehol ne fizessenek adót, úgy optimalizálják a telephelyeket is, és az adóbevallásaikat is, hogy végül is csúszanak ki minden állam fölügyelete alól. Tehát itt van egy nagyon erős érdek az államok oldalán, hogy valahol fogjuk meg ezeket a nagy cégeket, tehát valahol legalább adózzon egy minimálisval, és akkor másút mentesülhet az adó kivetése alól, de az ne legyen, hogy ők híznak, és a kormányok, amelyeknek ott van a munkanélküliség, a járvány, a közrendfenntartása, a köztisztaság, a közegészségügy, és még nagyon sok minden, ott maradnak források nélkül. Tehát azt gondolom, hogy van egy nagyon erős gazdasági és politikai indíték, és remélem, hogy előbb-utóbb valamilyen megoldás megszületik ebből. Nagyon szépen köszönöm Balázs Péternek, volt külügyminiszternek, volt uniós biztosnak, hogy segített megérteni ezt a helyzetet. Köszönöm, hogy velünk volt, minden jót kívánok. Minden jót, köszönöm. És én meg arra biztatom önöket, hogy a következő fél órában is maradjanak velünk. Amerika
lesz a téma, továbbra is Biden adminisztrációt fogjuk elemezni, illetve ezt a konferenciát, amelyre nem hívták meg Magyarországot. Most egy kis reklám, zene, és aztán jövünk. Beszóló. A Spirit FM interaktív kibeszélő show-ja. Szóljon hozzá ön is, mondja el véleményét. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emelt díjas telefonszámon. A műsorvezető Ónadi Molnár Dóra. Szép délutánt, remélem, hogy folytatják velem ezt a műsort. Most fogunk egy olyan vendéggel beszélgetni, aki az amerikai belpolitikát, külpolitikát jól ismeri, elemzi, ott él kint. Egy picit várunk még, mert még nincs itt velünk a vonalban. Addig elmondom, hogy nem csak a demokrácia csúcsról fogunk vele beszélni, hanem arról is, hogy mennyire megrodjant Biden elnök népszerűsége, és hogyha jól sejtem, már itt van vonalban velünk szakértő vendégünk, Fehér Zoltán, politológus, amerikanista, a Fletcher School Stratégiai Tanulmányok Központjának tudományos főmunkatársa, egyetemi oktató. Szervusz, Zoli, itt vagy velünk? Itt vagyok. Jaj, de jó. A nagy időeltulódás ellenére is. Balázs Péterrel az előző fél órában arról beszélgettünk, hogy hibának tekinthető-e, hogy Biden adminisztráció nem hívta meg Magyarországot erre a demokráciáról és a Kínával szembeni szövetség megerősítéséről szóló nagy csúcsértekezletre. Balázs Péter azt mondta, hogy tetten érhető ebben az aktusban a értékalapú, értékorientált külpolitika, amit Biden elnök egyébként meghirdetett már a kampánya során is, hogy ilyesmit készül. Te hogy értékeled ezt a gesztust? Én egyetértek Balázs Péter külügyminiszterrel. Háló, most nagyon rosszul hallunk. Tehát egyetértek Balázs Péter külügyminiszterrel abban mindek két kijelentésében, tehát abban, hogy a Biden adminisztráció meghirdetett programjával összhangban van, ez a gesztus, hiszen a nem meghívás is egy elég komoly gesztus, egy negatív gesztus. Másrészt pedig valóban az Orbán kormány nagyon keményen dolgozott 10 évig, hogy ezt a gesztust elérje. Az egyértelmű volt már a Biden elnök megválasztásakor egy évvel ezelőtt, hogy meg fognak változni a magyar-amerikai kapcsolatok, és az akkor megválasztott elnök, illetve a később felálló adminisztrációja biztosan sokkal keményebb álláspontot fog elfoglalni az autoriter irányba elindult korábbi demokráciák, általában az autoriter rendszerek ügyében. A demokrácia promóció az egyik olyan program elem, amit zászlajukra tűztek. Picit evezzünk az amerikai belpolitika vizeire. November elején több fontos választás is történt az Egyesült Államokban, és ezeken a választásokon a republikánus párt elég jól szerepelt, és a demokraták nem annyira jól. Az amerikai sajtóban már arról beszélnek, hogy ezek a mostani eredmények arra engednek következtetni, hogy a 2022-es időközi választásokon lehet, hogy a republikánusok felülkerekednek, és visszaszerzik a többséget a kongresszus alsó és felső házában. Beszélnél arról nekünk, hogy mik voltak ezek a kulcsválasztások, és hogy mi az, ami miatt ennyire megroppant a korábban azért népszerűnek tekinthető elnöki adminisztráció? Igen, hát a legfontosabb választás az Virginiában történt, kormányzó választás volt. Ez az idei választás minden év november első kedje az egy választási nap, tehát minden év választási év az Egyesült Államokban, de nem minden évben a választás ugyanolyan súlyú. Ez az idei választási szezon, ez egy kisebb súlyú volt, itt elsősorban állami adminisztrációkat, tehát a tagállamoknak a vezetői kormányzókat, kormányzó helyetteseket választottak,
illetve önkormányzati választások voltak, tehát a helyi önkormányzatoknak a vezetőit, polgármestereket. És a legfontosabb választás idén a virginiai kormányzó választás volt. A virginiai kormányzó, a Virginia állam politikáját a demokrata párt dominálja most már körülbelül 10 éve, és egyre növekvő arányban választották a demokratákat különböző pozíciókba, és a virginiaiak választottak demokratákat szövetségi posztokra is az elmúlt évtizedben, és az, hogy Youngkin személyében egy republikánus, ráadásul egy bizonyos értelemben új arcot választottak Virginia kormányzójának az állam lakosai, az azt jelzi, hogy a demokrata pártnak, tehát a baloldalnak, baloldali liberális oldalnak a dominanciája Virginiában az most megroppant. És ez az egész Egyesült Államok politikája számára, politikai élete számára egy fontos üzenet, mert most a többi kisebb rendű választás, polgármester választások és más ekkora visszhangot nem kapott kormányzó választások is azt tükrözték, hogy a demokraták elsősorban egyébként a Biden adminisztráció igen gyenge teljesítményének köszönhetően visszaestek az amerikai polgárok döntés, hogy mondjam, politikai döntései befolyásoló népszerűségében. Úgyhogy nagy bajban vannak a demokraták. Mielőtt rátérnénk a Biden adminisztráció gyenge teljesítményének szétszállazására, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy miből áll össze ez a gyenge teljesítmény. Annyit még kérdeznék, hogy ez a virginiai kormányzó, aki végül is behúzta a választást, mennyire épített arra, hogy Trump-al kampányoljon, vagy próbálta magától azért távol tartani. A kérdésemben az bújik meg, hogy mennyire erősödik a republikánusok mögött Trump. Mondani még egyszer a kérdést. Tehát, hogy mennyire kampányolt Trump-al, tehát ő előkerült-e ennek a kampánynak a során Virginiában? Igen, nagyon érdekes Trumpnak a jelenlegi szerepe. Ugye januárban arról beszéltünk, már arról írtam én is, hogy hát Trump egy komoly bukást szenvedett, nem csak a választásokon, hanem a január 6-ai a kapitólium elleni pucskísérlet kapcsán is, és a republikánusok, sőt, bizonyos értelemben egy sokkal szélesebb társadalmi kör elkezdett leválni Trumpról az üzleti életben is, és úgy tűnik, hogy van egyfajta érdekes változás ebben. Egyrészt Trump továbbra is jelen van, tehát nem bukott meg abban az értelemben, hogy tehát egy nagyon érdekes helyzetben van Trump jelenleg az amerikai politikában, tehát egyrészt a dominanciára megmaradt a republikánus pártban és a konzervatív politikai világon belül, másrészt viszont a személye sok szempontból továbbra is megosztó, és ezért kellemetlen, és Youngkin például egyáltalán nem akar Trump-al kampányolni. Tehát ez a novemberi választásnak mindenképpen egy fontos, érdekes fejleménye, hogy Youngkin nem akart Trump-al kampányolni, Trump nagyon szeretett volna Youngkinnak kampányolni, nem határolta el magát Youngkin Trump nézeteitől, de Trump személyétől bizonyos értelemben igen. És az a nagy dolog az ő győzelmében, mondom még egyszer, a sok éve demokraták által dominált Virginia politikai életben, hogy ő Trump nélkül tudott konzervatívként győzni. És mondom, bizonyos értelemben elmozdult az amerikai politikai élet, korábban Trumpról szólt minden, és a demokraták hanyatlásának, népszerűségvesztésének a legnagyobb, a legfontosabb oka, azon kívül, hogy a Biden adminisztráció valóban gyenge teljesítményt nyújt, az az, hogy ők arra tettek nagy tétben, hogy Trump fogja továbbra is dominálni a politikai életet, és az ő magyarul, hogy Trumppal lehet riogatni?
hogy Trumppal lehet riogatni, hogy Trumppal lehet riogatni, és ők a saját pozíciójukat és a saját programjukat Trumppal szemben határozzák meg. Na most ez már nem működik. Miért nem működik? Mert nem Trump az elnök. Amíg Trump volt az elnök, addig működött. Most Biden az elnök, és az emberek nem azzal foglalkoznak elsősorban, hogy mit csinál Trump, hiszen Trump nem sok... Tehát Trump is csinál csomó mindent, ő is aktív, de nem központi szereplője, és nem is központi témája az amerikai politikának. A központi szereplője Biden, aki viszont nagyon rosszul teljesít. Tehát Virginiában például a demokratáknak a kampánya arra épített, hogy Trumppal riogatnak. Ez két tényező miatt nem működhetett. Az egyik, amit mondtam, hogy Trump már nem ennyire fontos. A másik pedig, hogy a republikánusok nem álltak bele a Trump vonalba, tehát a végül megválasztott republikánus kormányzó kifejezetten távol tartotta magától Trump személyét. És ez egy nagyon érdekes dilemmát vett fel a republikánusok számára. Már januárban is erről beszéltünk elemzők, hogy a republikánus pártnak igazából a legnagyobb dilemmája Trump, hiszen Trump nélkül nem tudják mobilizálni a republikánus párt igen lelkes bázisát, amit Trump nagyon komolyan fellelkesített az elmúlt 4-5 évben, viszont Trumppal nem tudnak nyerni a republikánusok. És igazából ez a januári, tehát a januárban ugye, amikor az elnök váltás megtörtént, és amikor Trump hivatala, elnöki hivatala ideje véget ért, ekkor már ez látható volt, és érdekes módon ez a dilemma a republikánusok számára nem változott, és még most is lebegteti Trump azt, hogy 2024-ben elindul az elnökségért, és ez egy szinte megoldhatatlan feladat a republikánus párt számára, hiszen sem kiköpni, se lenyelni nem tudják Trumpot. Fehér Zoltán politológussal, amerikanistával beszélgetünk, és azt kérném tőled, hogy beszéljünk erről a gyenge teljesítményről, elnöki teljesítményről, mik az összetevői ennek. Nyilván ennek van külpolitikai, belpolitikai, de mi az, ami az amerikaiakat elsősorban foglalkoztatja, és ami miatt elégedetlenek az elnökkel? Biztos emlékszel, és talán még a hallgatók közül is sokan emlékeznek, hogy júniusban beszélgettünk utoljára, és rendkívül optimisták voltunk. Én optimista voltam a Biden adminisztrációval kapcsolatban, és jól indultak a dolgok. De hát ez egy korai jó indulás volt, hiszen azóta nagyon elromlottak a dolgok. Tehát, ami azt jelenti, hogy viszonylag hamar bekövetkezett ez a romlás, tehát erodálásnak vagyunk a tanúi, hanem egy gyors romlásnak. Igen, ez így van, teljesen egyetértek, ez egy nagyon gyors romlás, ez egy borzasztó gyenge teljesítmény, és egy nagyon alacsony népszerűségi index egy adminisztráció, bármelyik elnöki adminisztráció első évében. Ennek több összetevője van. Alapvetően két részre sorolnám ezeket, az egyik magának a Biden adminisztrációnak a teljesítménye, tehát az ő hozzáállásuk, az ő munkájuk, sajnos ez igen gyenge és sok sebből vérzik. A másik fele pedig egy csomó olyan objektív tényező, ami nem segíti a Biden adminisztrációt egy csomó mindenben. Kezdjük ezzel, hát elsősorban a COVID. Tehát ami vel kapcsolatban júniusban optimista voltam, az pont a COVID, és nem csak én voltam optimista, hanem a Biden adminisztráció is, akkor úgy tűnt, hogy az oltásoknak, az oltási programnak és az általuk felgyorsított oltási programnak köszönhetően, és azt gondolom, talán így gondoltuk Magyarországon is és a világ más részeiben is, a COVID gyorsan legyőzhető. Most már, hogy az oltások a kezünkben van. Ezt gondoltuk akkor, és úgy tűnik, hogy ez egy illúzió volt. Tehát itt vagyunk 2021 novemberében, majdnem decemberében, és egyáltalán nem látszik a fény az alagút végén COVID szempontból. Joe Bidennek az egyik fő célja az első a hivatali ideje első néhány hónapjában az volt, hogy július 4-ére, tehát az amerikai nemzeti ünnepre, a függetlenségi napra
elérjék a 70%-os átoltottságot, ez akkor egy oltást jelentett. Tehát, hogy a felnőtt lakosság akkor még csak a felnőtteket oltották, felnőtt lakosság 70%-a vegye fel az, legalább az egyik oltását, ahol két oltásból áll a két dózisból áll az oltás. Ez nem egészen sikerült, de közel jártak ehhez. És csak azért mondom el, mert tegnap tartott egy beszédet az elnök az Omikron variánssal kapcsolatban, amiben én nem vagyok teljesen biztos, hogy miért kellett neki a televíziós kamerák elé állni rögtön aznap, amikor az Omikronról megjelentek a hírek, de úgy tűnik, hogy van egyfajta pánik Amerikában az Omikronnal kapcsolatban, és azt mondta, hogy az a cél, hogy év végéig 70%-os átoltottság legyen az amerikaiaknál. Pontosabban bejelentette, hogy most már annyiból lehetünk optimisták, hogy 70%-a az amerikai állampolgároknak a felnőtt oltható plusz a gyerek oltható gyerekkorú lakosságnak 70%-a már teljesen átoltott, tehát mind a két oltását megkapta. Azt gondolom, hogy ha ezt a két nyilatkozatot megnézzük, abból látszik, hogy fél év alatt azért olyan nagyon sokat nem tudtunk előrelépni. Annyit tudtunk előrelépni, hogy a felnőtt és most már a gyerekkorú lakosságnak nem csak a 70%-a nem csak az első oltását, hanem a második oltását is megkapta. Ez bizonyos szempontból nagy előrelépés, bizonyos szempontból pedig azt jelenti, hogy az amerikai lakosság még 30%-ának nincs oltása, nincs védettsége, nincs immunitása. De nyilvánvalóan a COVID csak az egyik, és az objektív tényezők csak az egyik oldala. Az objektív tényezők közé tartozik természetesen a gazdaság állapota. Ebben világgazdasági folyamatok is benne vannak. A COVID is bőven benne van, és természetesen a Biden adminisztráció gazdaságpolitikája is benne van, de ez a másik objektív tényező a gazdaság, és a gazdaság teljesítménye az nagyon hullámzó. Egyrészt nem tudott felpörögni úgy a gazdaság, ahogy várták, hogy a COVID után majd felpörög. Másrészt elszabadult az infláció. Ez a magyar hallgatóknak valószínű ismerősen hangzik, mert ez pontosan az a folyamat, ami Magyarországon jelenleg zajlik. Itt is Amerikában elszabadult az infláció, és ez mindenkit a zsebében, a pénztárcájában érint. Uh-huh. Mi a hely? Igen? Igen. Tehát a másik dolog pedig a Biden adminisztráció teljesítménye, itt csak címszavakban. Egyrészt valószínű, hogy az amerikai lakosság egy részének ellenállásán is múlik az, hogy nem tudják a nagyobb átoltottságát elérni, de ugye ebben kritikusak voltunk a Trump adminisztrációval kapcsolatban is, hogy nem gyorsították fel akkor a programnak a beindítását. Kritikusak, hogy legyünk a Biden adminisztrációval is, tehát itt tetten érhető azért az adminisztrációnak a hibája. A másik dolog az afganisztáni kivonulás teljes elbaltázása. Tehát az egy katasztrófa. És a harmadik pedig az, hogy tavaly novemberben, ugye akkor egy sokkal nagyobb tétű választás zajlott. Mondtam korábban, hogy idén ez egy kisebb tétű választás, elsőbb a kormányzó választás, önkormányzati választások. Tavaly ugye elnök választás volt, cserélődött a képviselőház és a szenátus nagy része, kormányzó választások is voltak, és azon, ha nem is nagy arányban, de taroltak a demokraták, megszerezték az elnöki hivatalt, tehát a Fehérházat, megszerezték a kongresszus többségét, és illetve megtartották a kongresszus többségét, képviselőház többségét, és megszerezték a szenátus többségét. Na most gyakorlatilag az amerikai politikának a két vezető hatalmi ága, ugye az igazságszolgáltatás mellett, a végrehajtó hatalom és a törvényhozó hatalom vezetését megszerezték a demokraták. Ugye a végrehajtó hatalomnak és a törvényhozó hatalomnak kell együttműködni ahhoz, hogy törvényeket hozzanak, gazdaságpolitikát, társadalompolitikát csináljanak. Most úgy tűnik, hogy ez nagyon nem működik. Tehát a kongresszusban a kormánynak az előterjesztése, vagy a kormány az adminisztráció által támogatott előterjesztések nagyon nehezen mennek át. Tehát a Biden adminisztrációnak... Hát most egész meglepő dolog történt, hogy nem fogadta el a szenátus a védelmi költségvetést. Én nem tudom, hogy volt-e ilyen valaha az elmúlt időszakban. Igen.
Azért hozzá kell persze tenni most a védelmi költségvetés tegnapi szavazása kapcsán, hogy a republikánusok azért az obstrukció minden eszközével élnek. Tehát a republikánusok már az elején úgy álltak fel, hogy a saját bázisuk, erre sokan a hallgatók közül is emlékeznek, Trump biztatására nem fogadta el a választások eredményét. Tehát eleve egy olyan pozíciót vett fel a republikánus párt a kongresszusban, hogy hát ők mindent ellenezni fognak. És azóta mindent ellenezni. De demokrata képviselők is voltak, akik ellene szavaztak. És sajnos a demokrata párt, és ez nagyon fontos, ezt köszönöm, hogy ezt bedobtad, mert a demokrata párt rendkívül megosztott. Tehát egy nagy aggodalmunk volt tavaly, amikor a demokraták győztek, azzal kapcsolatban, hogy lehet-e sikeres a demokrata kormányzás, úgyhogy kezükbe van a végrehajtó és a törvényhozó hatalom is, az pedig a demokraták megosztottsága. A demokraták nagyjából két erős szányra szakadtak az utóbbi években, az egyik a progresszív szárny, amelynek vannak radikális baloldali elemei is, és az úgynevezett mérsékelt szárny, és hát a közép az a legnagyobb, a közép az, ami ezeket az előterjesztéseket megszavazza, de folyamatosan kell egyeztetniük a progresszívokkal és a mérsékeltekkel, és a mérsékeltek és a progresszívok nagyon kevés dologban tudnak megállapodni, és állandó harcon. Ugye mind a két szárny úgy érzi, hogy ők nyerekben vannak, hiszen kormányon vannak, most megvalósíthatják a programjukat, különösen a progresszívok, akik erre nagyon régóta vártak, és a mérsékeltek nagyon keményen behúzták a féket. Tehát itt most láttuk néhány hete az infrastruktúra törvény elfogadásánál nagyon hosszas egyeztetéseknek köszönhetően tudtak a mérsékeltek és a progresszívek megegyezni, és ott a szenátusban a republikánusok is többen támogatták, ezt úgy ment át, és a szociális csomagban, amit pedig szintén ugyanakkor szerettek volna elfogadni, de aminek az elfogadása továbbra is húzódik, a mérsékelt demokraták és a progresszív demokraták nem tudnak bizonyos dolgokban megegyezni. Nagyon röviden, a progresszívok minél több szociális programot, minél több szociális támogatást, minél erősebb klímavédelmi intézkedéseket szeretnének, még a mérsékeltek aggódnak a most már tényleg csillagokat verdeső deficit miatt. Nem tesz az se jót, hogy az alelnököt se sikerült valahogy felépíteni ennek. Mi az oka? Mert az ilyen helyzetekben szokott az segíteni, hogyha az alelnök népszerű. Nagyon érdekes volt tavaly. Elgondolkoztam egy pillanatra, mert visszagondoltam a tavalyi választások utáni időszakra, amikor még Magyarországon is sokan azt mondták, hogy igen, Biden választottak elnöket, de ez a fekete politikus nő, Kamala Harris, ő lett az alelnök, és ő fogja majd vinni a sót, és én már ezzel kapcsolatban akkor is szkeptikus voltam, részben azért, mert Biden egy domináns politikus. Másrészt még akkor nem lehetett látni, hogy Kamala Harris ebben a pozícióban mennyire tudja kifutni magát, és két dolog látszik, az egyik, hogy Kamala Harris hát nem olyan jó politikus, vagy legalábbis a politikának ezen a nagy politikai szintjén nem terepel olyan jól, mint ahogy várták tőle korábbi törvényhozói ténykedése alapján. A másik pedig, hogy úgy tűnik, hogy a Biden csapatban nem feltétlenül Biden elnökről van szó, hanem például Pete Buttigiegről, aki közlekedési miniszter, és szintén elnök jelölti aspiráns volt. Tehát többen vannak a Biden csapatban, akik ki akarják fúrni Kamala Harris, azért, mert azt gondolják, hogy Joe Biden a korára tekintett el, hiszen ő, ha még egy ciklust vállalna, 86 éves lenne a ciklusnak a végén, korára tekintettel nem indul 2024-ben, és ezért Kamala Harris indulna az amerikai politika szokásoga alapján, de ők ki akarják fúrni, és valószínűleg ők akarnak indulni. Úgyhogy itt sajnos az alelnök
egyelőre a gyenge láncem, a sok gyenge láncemet erősíti az adminisztrációban. Többek között a bevándorlási politikát bízta rá Joe Biden elnök a ciklus kezdetén, és hát ebben, hogy mondjam, borzasztó gyenge a teljesítménye. Hát éppen igen, humanitárius katasztrófa kezd kialakulni a határon. Nagyon szépen köszönöm Fehér Zoltán politológusnak, amerikanistának, hogy velem volt és segített egy kicsit ezt a pár hónapos elnöki népszerűségvesztést értelmezni, mert innen Magyarországról tényleg hihetetlen sebességgel erodálódik az elnöknek a tekintélye. Nem tett jót neki az sem, hogy a klímacsúcs csúcson úgy tűnt, hogy elbóbiskol, és hát az végig szántotta a világsajtót, az a kép, ahogy ott dörzsölgeti a szemét. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy velem voltál, és önöknek is köszönöm, hogy velünk tartottak. Ez a beszóló volt. Holnap Hont András várja önöket. Minden jót kívánok!